Kedves testvérek, három hónapon keresztül a rózsafűzér ima erejéről, szépségéről, hatékonyságáról beszéltem nektek Josip Lončár könyve alapján. Gondoltam, hogy most egyelőre ennyi elég lesz, úgyhogy a mai nappal ezt kicsit cserepadra küldjük, jövő héttől majd lehet, hogy más témát választok. Nagyon ajánlom nektek ezt a könyvet, alapból a rózsafűzér imát. Aki szeretné majd ezt megvásárolni, az külön szóljon, és röndölünk belőle. Most a mai evangélium utolsó mondatához szeretném kapcsolni azt a gondolatot, amit majd Josip könyvéből idézek. Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. Mondja az Úr Jézus. Alapvetően a túlvilágon két irány van, a büntetés vagy a jutalom. Szoktuk még emlegetni a tisztító tüzet. A tisztító tűz a mennyország előszobája, aki őszinte vágyakozással indul el az örök hazába, az már biztos, hogy legalább azért a tisztító tűzbe bejut, ami igaz, hogy szenvedés, de úgy is mondhatjuk, hogy édes kín, olyasmi talán, mint csak egy hasonlat, nem szó szerint, mint egy anyának, amikor világra hozza gyermekét, hát az fáj bizony neki, de mégis örömteli az a nap. Az öröm és a fájdalom egyszerre a tisztulást jelenti. Aztán majd a mennyben már nem lesz többé fájdalom, sírás, gyász, veszteség. Ez mind elmúlik. Ez tehát az egyik lehetőség, a másik az örök büntetés, a kárhozat, az örök magány, pusztulás. Mondhatná valaki azt, hogy és mi van azzal, aki egyiket se akarja? Hát én azt szeretném, hogy ne jussak a mennybe, nem vagyok kíváncsi a Jóistenre, hát pokolra se akarok jutni. Én úgy döntenék, hogy legyen vége teljesen, maximumnak létezni. Isten ezt nem engedi. Mindenkit létben tart. Még azt is, aki esetleg sajnos lázad, gyűlöli az Urat. Őt is létben tartja, mert a lét maga szeretet. És Isten senkit nem fog véglegesen megsemmisíteni a személyes létezők közül, azok közül, akik szabad akarattal, értelemmel rendelkeznek. Úgyhogy bele vagyunk kényszerítve, így is mondhatnánk, persze, ez egy pozitív dolog, de mégiscsak bele vagyunk kényszerítve a létbe. Martin Heidegger, német filozófus úgy fejezte ezt ki, hogy ki vagyunk dobva a világba, bele vagyunk vetve a létbe. Szent Ágoston pedig azt mondta, hogy Isten, aki megteremtett téged, a megkérdezésed nélkül, nem fog téged üdvözíteni a beleegyezésed nélkül. Tehát most Josip Lončár könyvéből kicsit koncentráljunk arra, amikor a mennyországról beszél. Mi hívők nagyon keveset gondolkodunk a mennyről, pedig egész életünknek a mennyre kellene irányulnia. Önzésünkben és énközpontúságunkban nem ismerjük fel, milyen sok embernek van szüksége a megváltásra ezen a világon. Hogy tényleg nagyon bele tudunk feledkezni a földi életbe, nap mint nap, rengeteg dolgunk van, és hát itt élünk, szenvedünk, örülünk, céljaink vannak. De valójában mégiscsak a legfontosabb kérdés az, hogy mi lesz az örök sorsunkkal. Én azt a kis egyszerű hasonlatot szeretem használni, mint egy kirándulás. Nagyon bennem van gyerekkoromban az az emlék, amikor a balatonszárszói táborba készültem,
Én nagyon vártam, és összepakoltam a táskába mindent, és izgultam, és olyan jó volt ez az egyhetes tábor. Sokat pingpongoztunk, füröttünk, mentünk mindenfelé, fociztunk, voltak szép lányok, hát ez nagyon jó volt, 10-13 éves korom között, szerintem minden évben ott voltam Balatonszárszon. Nagyon vártam ezt a kirándulást, ezt a tábort. Persze előtte izgalmas volt az is, hogy összerakni a csomagot, na mit viszok, mit nem viszok, mit hagyok itthon, mennyi zseppénzt tudok vinni esetleg. De azért nem kötött le teljesen annyira maga a készülés, sokkal jobban lekötött az, hogy milyen lesz majd ott. Na most ezt akarom, ezt a kis hasonlatot így rávinni az egész életre, hogy ez a földi élet az olyasmi, mint egy kirándulás előtt bepakolni a táskába. Persze tényleg olyan, van benne olyan jó érzés, de amikor eljön maga a kirándulás napja, akkor már itthon kell hagyni azt, amit itthon kell hagyni, és el kell indulni. Most valaki ilyenkor esetleg azt mondja, hogy én nem vagyok, itthon maradok. Néha megtörténik ez egy kirándulásnál, ugye mentünk Mária Gyüdre, aztán előtte napokban még egy csomó jelentkeztek, utolsó napon kiderült, hogy sokan nem jönnek. Tehát mi az, ami leköt minket? Hát ha belegondolunk, ez földi élet 70-80 év maximum talán, vagy egészségesebbnek 90, de hát mi ez a kis pici az örökké valósághoz képest? Tényleg belegondoltunk már, hogy ez vége láthatatlan, soha véget nem érő. A mennyben sokkal szabadabbak leszünk, mint most. Mondja Josip Lončár. Egyszerűen megéljük a testvéri kapcsolatot sok olyan emberrel, akik kivétel nélkül magukhoz méltónak tartanak majd minket. A mennyben nem lesz unalmas, ellenkezőleg nagyon érdekes és izgalmas lesz. Tényleg, hogyha ezeket a kérdéseket így végig gondoljuk, hogy kicsit talán fölráz minket, mennyire vágyunk a szívünk mélyén a mennyországra. Mennyit imádkozunk azért, hogy megvalósuljon számunkra a menny. Mennyit vagyunk hajlandók feláldozni ebből az életből a mennyek országáért. Amikor valaki papnak jelentkezik, és fölkészítik a papképzés során, akkor majd ki fogja mondani azt az ígéretet, hogy a mennyek országáért vállalom a cölibátust, a nőtlenséget. Persze családos emberként is nagyon sok mindenről tudatosan önként le lehet mondani a mennyek országáért. Mennyire fontos nekünk, hogy rajtunk kívül más emberek is a mennybe jussanak. Meg tudjuk-e válaszolni szívünkben ezeket a kérdéseket a Bibliával és a hit tanításával összhangban? Na most erre a kérdésre, hogy mennyire fontos nekünk, hogy más emberek rajtunk kívül is a mennybe jussanak, ezt is például ahhoz lehetne hasonlítani, hogy van itt a földi életben valamilyen jó program, tudom én, moziba menni, vagy színházba, vagy épp adott esetben egy kirándulásra, vagy egy jó üzleti lehetőség, vagy egy vacsora, szóval bármi jó dolog, ami egy jó program lehet, akkor arra ugye hívunk barátokat. Nem egyedül akarunk oda menni, ugye legtöbb esetben, ez természetes. Szeretnénk, hogy sokan legyenek ott, mint egy lakodalomban. Meg tudjuk-e válaszolni szívünkben ezeket a kérdéseket a Bibliával és a hit tanításával összhangban? Ha nem tudjuk, jusson eszünkbe, hogy akár ma is meghalhatunk. Mi lesz akkor? Az igazságos Isten, aki nem részrehajló, befogadhat-e minket a mennybe, ha mi azt a szívünk mélyén nem is óhajtjuk? Megadhatja-e nekünk a legnagyobb kincset, ha mi nem is vágyódunk utána? A jó cselekedeteink pótolhatják-e azt a mulasztást, hogy nem vágyódtunk a menny után? Habár tudtuk, hogy Jézus az életét adta azért,
hogy mi már ebben a világban megízleljük a mennyország előízét. Halálunk után pedig egy örökké valóságon át élvezzük azt. Tiszteletben fogja-e tartani Isten a halálunk pillanatában a mi szívünk szabad akaratát, vagyis azt, hogy nem akarunk a mennybe jutni, és nem akarunk vele lenni? Válaszoljunk saját magunknak. Egy alkalommal megkérdeztem az embereket, miért szeretnének a mennybe jutni. Szinte senkinek nem volt kész válasza erre. Egy hölgy azt válaszolta, azért szeretne a mennybe jutni, hogy ne kelljen egy örökké valóságon át együtt lennie a rossz emberekkel a pokolban. Sajnos nagyon sok katolikus gondolkodik ugyanígy. Mit érzünk, miközben a mennyről beszélünk, olvasunk vagy gondolkodunk? Vágyat, reményt, szeretetet? Vagy közömbösséget? Esetleg félelmet érzünk? Sokaknak a menny szükséges rossz, ami csak egy kicsit jobb a pokolnál. Milyen sok kereszténytől hallottam már ezt. Aztán arról is beszél Josip Loncsár, hogy a mennyországban Istenhez leszünk hasonlóak, és Istennek pedig az egyik legfőbb tulajdonsága, hogy alkot. Ugye ő teremtette a világot. Azért vagyunk itt, mert Isten teremtette a világot. Nem mi találtuk ki magunkat. Isten teremtette ezt a világot. Ő akarta, hogy mi itt éljünk. Sőt, személyesen azt akarta, hogy te itt élj. Istennek tehát az egyik legfőbb tulajdonsága, hogy alkot. És örömét leli az alkotásaiban. És úgy is mondhatjuk, hogy mi a mennyben olyanok leszünk, mint Isten. Mi is alkotni fogunk. Erről is beszél Josip Loncsár, mindjárt olvasom, ha megtalálom. Az egyik legfontosabb dolog éppen az, hogy a mennyben hasonlóak leszünk Istenhez, neki pedig az egyik legfontosabb tulajdonsága az alkotó képesség, amellyel teremtette a világot és minket is. Mindannyian nagyon boldogok vagyunk, amikor sikerül valami kreatív alkotást megvalósítanunk. Tekintet nélkül arra, hogy az a valami, a szellem, a lélek vagy a test javát szolgálja-e. A mennyben alkotni fogunk, mert ebben is hasonlóak leszünk Istenhez. A pokolban viszont nem lesz semmilyen alkotás, csak a lélek szüntelen rombolása. Kedves testvérek, hát azt hiszem ez bőven elég arra, hogy elgondolkodjunk rajta. Jézus vár minket, a mennyei atya vár minket, a Szentlélek vár, Szűzanya, a Szentag szeretnék, hogy mi oda jussunk a mennyországba, aminek az előíze már most ez a Szentmise. Az alkotásról még annyit, az alkotás öröméről, hogy tényleg ez mindenkiben önkéntelenül följön ez az öröm, hogyha valami szépet hozunk létre. Ez lehet akár csak annyi, hogy tényleg egy szép vendéglátás, egy vasárnapi ebéd, megteríteni az asztalt, egy gyertya, egy szép fehér terítő, és úgy jól érezzük magunkat, mert egy szépet alkottunk. Persze lehet ezt fokozni egészen a nagy művészek alkotásaig. Személyesen nekem a tegnapi szentségimádás, amikor ugye bekapcsolódtunk mi is a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való fölkészülésbe, és talán 15-en is voltunk itt a plébániai imateremben, én utána egy olyan mély elégedettséget éreztem, hogy tényleg, mintha ez egy alkotás lett volna. Sok helyről jöttek, Kaposszegcsőről, Pécsről, Szekszárról, innen Vásárosdombóról, és hallgattunk közben egy szép zenét, voltak, akik saját szavaikkal imádkoztak. Olyan volt, mint egy alkotás. Persze, maga az ima, az a Szentlélek műve, tehát én nem tudok senkit se imára kényszeríteni, se az ima állapotát senkiben nem tudom létrehozni, de maguk a körülmények, azok mégiscsak nagy részben
az én alkotásaim voltak, tehát az imaterem berendezése, a szervezés, a maghívás, a zene kiválasztása, ami a háttérben elhangzott. És úgy örültem, hogy ezt az állapotot, ezt a kis körülményt én maga alkothattam. És akik akarták, azok ebből részesültek, mint egy vendégségben. Ők is örültek neki. Volt, aki szinte könnyes szemekkel köszönte meg, hogy milyen szép volt az Úrral és egymással együtt lenni. Alkossunk, változzon az életünk, az egy mesterművé. Tehát, hogy az életet nyilván nagyon nehéz mindenkinek az élete, talán még a gyerekeknek is sokszor nehéz az élete, sajnos. Tehát, hogy úgy belegondolunk az életünkbe, hogy úgy nehéz az élet, de ezt a nehézséget, ezt viselhetjük úgy is, hogy így lehajtott fejjel, szomorkodva, szinte így kilóg a belünk, és szipeljük. Mag lehet úgy is, hogy úgy a sarkamra állok, hogy dicsőíteni akarom az Urat, imádkozni akarok, és nem fogom feladni. Hogy akarunk bejutni a mennyországba? Ott egy nagy örvendezés van, egy nagy örömünnep. Hát lehet oda örömmel készülni. És ez a jó, hogy Jézus Krisztus megváltott minket. És ezt a megváltást nekünk birtokba kell venni. És ezt a hit által tesszük meg, amiről sokat beszéltem ennek a könyvnek a kapcsán. Hát kívánom, hogy ez a 3 hónapos rózsafűzér ima elmélkedés, ami így magadtunk van vasárnapról vasárnapra, beépüljön az életetekbe, tovább gondoljátok a Szentlélek vezetésével ti magatok is. Ámen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben.